A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a vendégem a stúdióban Kulcsár Szilvia, aki hát egy nagyon színes egyéniség mind a mellett, hogy a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancellárja, de hogy mennyire színes egyéniség is valójában az majd ki fog derülni a néhány perces beszélgetés során. Köszöntelek itt a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást. Ugye itt mondtam a beszélgetés elején, hogy a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancellárja vagy. Nem is tudom, hogy mióta, majd el fogod mondani, mióta. Mit is csinál egy kancellár? Kezdjük leginkább most ezzel. 2020 óta töltöm be a centrumnál ezt a pozíciót. Hát én tulajdonképpen a megalakulásától a centrumban dolgoztam, és akkor még főigazgatóként kezdtem, és 2020-tól pedig kancellárként dolgozom. Hát mit is csinál egy kancellár? Mint a mesében, nála van a kasszakulcs, vagy a kincstár kulcs, fogalmazzunk így. Tehát minden, ami az intézményeink működtetésével kapcsolatos, amihez bármilyen formában pénz kötődik, az a kancellár dolga. És ebben minden benne van. A terembérletektől kezdődően az oktatók bérének a kifizetéséig, a fejlesztésekig, a projektek megvalósításáig, tehát minden, ami nem az a kifejezetten szakmai feladat, ami az oktatáshoz, mint tanórához szakmailag kapcsolódik, az mind a kancellár dolga. Előtte ugye a szakképzési centrumnak voltál az igazgatója vagy vezetője. Főigazgatója, igen. Az mennyivel másabb feladat? Tehát mire kancellár lettél? Mi minden történt addig? Hát a centrum megalakulásakor egy személyes vezetés volt. És akkor főigazgatóként mindent meg kellett oldanunk, mind a szakmai kérdéseket, mind a most már kancellári, működtetési, fenntartói feladatokat. És ez tartott 2019-ig, és 2019-ben vált ketté ez a feladat, mert azért egy ilyen intézménynek azért egy ilyen, hát a mi intézményünk körülbelül 7 milliárdos költségvetéssel rendelkezik összességében, és ez azért elég nagy falat ahhoz, hogy egy személyes vezetéssel ezt lehessen működtetni, és így ketté választotta a fenntartónk, illetve a minisztérium ezt a feladatot, és így került a főigazgatóhoz a szakmai terület, és a kancellárhoz pedig a működtetés. Tehát tulajdonképpen én úgy indultam, hogy az első 4 évben a centrumnak minden területét átláttam, és azzal kellett foglalkozzak, és most nekem tulajdonképpen úgymond kevesebb feladatom lett azzal, hogy kancellárként dolgozom tovább, hiszen megosztottak ezek a feladatok. Hogyan indult neked a pályát? Tehát hogyan jutottál ideig, hogy a centrumnak lettél a kancellárja? Honnan kezdjük? Hát mondjuk azért ne a lapoktól, de hogy mikortól láttad azt, hogy neked ez az utad? Ez elég érdekes, mert amikor én egészen kicsi voltam még, akkor úgy gondoltam, hogy 10 éves koromtól tudtam, hogy pedagógus szeretnék lenni. Én valamilyen formában. Akkor még ugye bölcsődében szerettem volna dolgozni, aztán, ahogy nőttem, úgy nőtt velem az én elképzelésem is, és akkor már óvodapedagógus szerettem volna lenni. Aztán, mire középiskolás lettem, én a Vasváriba jártam egyébként, de nem az óvodapedagógus tagozatra, hanem sima tagozatra. De addigra már alakult bennem ez a történet, és már tanító szerettem volna lenni. Aztán, mire végeztem, addigra tanár. És ez így mindig így változott, és tulajdonképpen én tényleg tanítóként kezdtem, illetve képesítés nélküli nevelőként. Aztán lettem tanító, elvégeztem a tanítóképzőt. És miután dolgoztam több évet alsó tagozatban, akkor valahogy úgy alakult, hogy mindig be kellett segítenem, tanítanom a felső tagozatba, és akkor úgy átléptem a felsőbe, és 2003-ban volt az a pont, amikor engem az Árpádba hívtak informatika szakos tanárként, vagy tanárnak. És ott volt ez a fordulat. Tehát én akkor abban az évben találkoztam először úgy a középiskolával, hogy bementem egy hatalmas épületbe, ahol akkor 1300 diák hömpölygött, és akkori Laski igazgató úr kiállt velem úgy az első emeletre ott az aulába, és így körülnézett, és azt mondta, hogy ez szinte egy gyár, ez egy nagy üzem. Én kisebb iskolából jöttem, tényleg ezt akarja? És egyszerűen elvarázsolt ez a történet, és igen, én ezt akarom. Tehát olyan nagyon mozgalmas, nagyon látványos volt. Ráadásul a kamaszok, hát az a korosztály, akik legközelebb állnak hozzám, mert ők már szinte felnőttek, de még azért ott van bennük a gyermek, és egyébként ők egy nagyon izgalmas korosztály. Úgyhogy én ezt akkor szerettem meg.
így ahogy mesélsz róla, ez biztos azért is volt neked nagy élmény, hogy a diákokat taníthattad. Tehát, hogy most azért vezetőként más a helyzet, vagy hát más kell csinálnod. Mikor jött az, hogy így motoszkált benned az, hogy most akkor már így vezetőnek is esetleg jó lehetnél, vagy lennél szívesen? Valahogy soha nem tudtam megülni a fenekemen hosszan. Tehát olyan 5-7 évente mindig váltottam, valamit mindig változtattam. Vagy előbbre léptem, tanítóképző, tanárképző, valamit mindig változtattam, és az Árpádban 2003-tól tanítottam, 2010-ben lettem igazgatóhelyettes, és 13-ban, amikor megalakult a tankerület, akkor a klik, akkor felkértek, hogy esetleg a tankerületben, hogyha ott segíteném az ottani munkát, az jó lehetne, és nekem ez annyira újdonság volt, hiszen én végigjártam a ranglétrát, képesítés nélkül, nevelőből, tanítói, minden, sőt, voltam én pályaelhagyó is előtte, és felnőtt képzésben tanfolyamokat is szerveztem. Tehát tulajdonképpen az oktatói oldalt azt végigjártam. De nem láttam a fenntartóit. És amikor jött ez a lehetőség, hogy átmehetek a tankerülethez, és a másik oldalt, úgymond a sötét oldalt is megismerhetem, akkor ez nekem egy izgalmas kihívás volt, és akkor kerültem át 2013-ba az oktatói létből már a fenntartói létbe, és azóta vagyok itt. Ha meg kéne egy magadról fogalmazni néhány gondolatot, akkor milyen vezetőnek gondolod magad? Ó, milyen cseles kérdés. Én azt gondolom, hogy hát vannak ezek a nagy iskolák, ahogyan lehet mondani, hogy demokratikus vezető, meg az. Én nekem mindig az a felfogásom, hogy én valóban egy ilyen szempontból engedékeny, megengedő vezető vagyok, mert nekem mindig az a fontos, hogy a feladat legyen elvégezve. Tehát én nem szeretek úgy keménykedni, hogy 8 óra, 1 perckor már bent kell lenni, és akkor, ha valaki elkésett, akkor nagyon csúnyán fogok nézni. Tehát én ezt a részét nem szívesen csinálnám, viszont az elvárásaim azok meg magasak. Tehát akivel én szeretnék együtt dolgozni, vagy akivel tudnék együtt dolgozni, ő neki azért szakmailag jónak kell lenni. Már csak azért is, mert én oktató vagyok, én pedagógus vagyok, az én végzettségem informatika szakos tanár, illetve tanító. És most kancellárként egy teljesen más területen kell dolgoznom. Tehát én olyan embereket választottam, illetve olyan emberekkel szeretem körülvenni magam, akiknek elismerem a tudását, és bizonyos területen magasabb tudásuk is van, mint az enyém, hiszen én nem vagyok pénzügyi szakember. És igenis, az egy nagy feladat részükről, most már nem annyira, mert már hosszú évek óta dolgozunk együtt, de azért az egy nagy feladat részükről, hogy én úgy tudjak döntést hozni, úgy készítsenek fel engem bizonyos szakmai kérdésekből, hogy értsem, felelősséget tudjak vállalni, és én elfogadom az ő szakmai véleményüket, de azért mindent megnézek. Tehát mindennek utána járok. Én nem írok alá szerződést, nem írok alá papírt, úgyhogy nem olvastam el. Ha kell, hazaviszem, akár éjszaka is elolvasom. De pontosan ugyanezt a tempót és ezt a hozzáállást várom el a kollégáimtól is. Ugyanakkor megadok egy komoly szabadságot, mert például, ahogy mondtam is, tehát időbeosztásban, kötetlen munkaidőben, én ebben nagyon alkuképes vagyok. Ugye vezető pozícióban vagy, elég sok mindenért felelsz, ugye 11 intézmény tartozik a centrumhoz. Igen. De mégis a magánéletedben azért van időd saját magadra, tehát jut időd saját magadra. Ezt hogyan csinálod? Picit sok mindenről fogunk beszélni szerintem még. Igen. Ugye sok mindennel foglalkoztál, többek között mondjuk így a búvárkodás is érdekelt. Igen, ez ma már nem. Tehát most is érdekel, de erre ma már nincsen időm. Ez 2000-ben volt az az év, amikor úgy alakult, hogy az akkori munkaköröm, amikor pályaelhagyó voltam, akkor sem voltam nagyon messze, hiszen felnőtt képzésben dolgoztam, és az akkori munkahelyemen olyan volt a légkör, hogy többen szerettek búvárkodni. És akkor én egyszer elmentem velük Egyiptomba, én, akinek víziszonya volt abban az időben, mert hogy én egyszer konkrétan majdnem megfulladtam a Dorogi tóban is, és úgy óvatos voltam a vízzel kapcsolatban. De láttam, hogy ők ezt mennyire szívvel, lélekkel csinálják, és gondoltam, én is kipróbálom. Aha, így rámadták így a felszerelést, hogy egy ilyen próbamerülést azért csináljunk. Le kellett ülni szépen egy ilyen másfél-két méteres vízbe, másfél, mert ki tudtam ugrani belőle. Üljünk le, és akkor gyakoroljuk a lélegzést. És képtelen voltam levegőt venni. Tehát tényleg szó szerint, hogy ültem ott lent, így fogtam csutorát, mindent, és kiugrottam, kidobtam a csutorát, és közöltem, hogy rendes ember víz alatt nem vesz levegőt.
Hát ők megközölték, hogy nem kell mindenkinek búvárkodni, akkor ezt el kell engedni. Akkor ez el is maradt, és a következő út alkalmával csak ott motoszkált ez a kis ördög, hogy ez nem hiszem, hogy kifog rajtam ez a dolog. És akkor minden bátorságomat összeszedve mondtam az ottani oktatónak, hogy bármi történik, engem vigyen le. Ott van egy ilyen, ahol mi voltunk, ott volt egy ilyen függőleges sziklafal, tele gyönyörű korallal, és hát mindenféle fotókat mutattak róla, és mondtam, hogy odáig legalább, hogy addig jussunk le. És mondta, hogy jó, egy dolgot tudjak megcsinálni, hogy ürítsem ki a maszkot, tehát hogyha ezt meg tudom tenni, akkor levisz. És ez megtörtént. És ott álltam, amikor odaérkeztünk, akkor így függő, hát nem álltunk, ugye hát így a vízben megálltunk azon a ponton, és én így körülnéztem, és megálltam, hogy úristen, micsoda világ. És elfelejtettem mindenféle víziszonyt, elfelejtettem mindent, és eldöntöttem, hogy nekem ez kell. Elég sokat kellett gyakorolnom, mire elmúlt ez a nehéz érzés, mikor mentem befelé, és egészen addig ez nem is múlt el, amíg egyszer a mélyben valaki le nem rúgta a fejemről a maszkot, ki a csutorát, mindent, és tulajdonképpen egy olyan helyzetet kellett megoldanom, amelyik az elég veszélyes volt, és mivel ezt meg tudtam oldani, azt a fajta boldogságot, hogy én ezt is tudom, és onnantól kezdve már nem volt ilyen problémám, és kicsit több mint 70 merülésem volt, úgyhogy merültem roncsot, merültem barlangot, mindegyik nagyon jó volt, nagyon szerettem. De aztán ez az időszak elmúlt. Akartam éppen kérdezni, hogy ha most jönne lehetőség, hogy menjél búvárkodni, akkor azért mennél? Mennék, persze. Persze, hogy mennék. Csak ma már nem keresem. Ma már nem keresem ezt a lehetőséget. Ugye az ejtőernyőzés is vonzott téged, vagy vonz? Nem tudom, hogy most hol tartasz ebben. Az ejtőernyőzés az egyik párkapcsolatomhoz fűződik. Az akkori párom ejtőernyős oktató volt, és versenybíró. És mivel folyamatosan szinte minden hétvégét a reptereken töltöttük, ezért úgy, hát nem is annyira az ejtőernyőzés vonzott engem, hanem a repülés. És mindig kihasználtam azt a pillanatot, amikor volt szabad hely a repülőben. És ezt úgy tudtuk megoldani, hogy ha mondjuk ankettessel repültek, a többiek, az ejtőernyősök, ment az ankettes, és akkor mondták, hogy van 9 ember, 10 hely van, akkor még valaki, akkor én mindig kihasználtam azt a pillanatot, hogy én csak repülni megyek. Fölmegyünk a géppel, többiek kiugrálnak, én pedig szépen lejövök velük. Ez egészen addig így történt, amíg egyszer Szegeden, Matkó pusztán nem repültünk olyan géppel, amelyiknek nem volt ajtaja, tehát leszerelték az ajtót. És ez a gép félúton emelkedés közben kiderült, hogy nem bírja el ezt a súlyt, valami olaj problém, ilyen csővezeték problémája volt, és kényszerleszállást kellett végrehajtani. De ez olyan 3-400 méteres magasságnál derült ki, és ugyan engem nem engedtek másként fel, hogy a hátamra tettek egy ejtőernyőt, hogy biztonság kedvéért legyen ott, hiszen nyitott az ajtó, de nem tudtam volna mit kezdeni vele, és ott ültem hátamon egy ejtőernyővel, a pilóta pedig kiabált hátra, hogy azonnal ugráljon ki mindenki, vészkiugrás. És én meg ott ültem, és így gondolkoztam, és kérdeztem tőle, hogy és én mit csináljak? Semmit, várjál, ha engem látsz futni hátrafelé, akkor fuss velem. És így belegondoltam, hogy úgy fogok meghalni, hogy a hátamon egy ejtőernyő, és még csak ki se tudom nyitni. Jó, hát a Cypress kinyitja, rendben van, de kezem lábam el fogom törni, hát ez így nem lehetséges. És akkor kaptam egy nagy lökést, hogy én azért ezt tanuljam meg. És utána ugrottam, akkor volt tandemugrás, kipróbáltam, hogy működik, tényleg túlélem, ezt is túlélem. És nagyon megtetszett, az valami csodás érzés, tehát az a szabad esésben az nagyon-nagyon jó volt. De aztán végül 14 ugrásnál megálltam. Egyrészt az akkori párkapcsolatom megszűnt, és így motivációt is veszítettem, helyzetet is veszítettem, és tulajdonképpen 14 ugrással én lezártam ezt az időszakot. De hát, hogyha arról lenne szó, hogy ugrani kéne, legalább tudnék. Hát elég veszélyes dolgokat szeretsz egyébként, és ha jól tudom, akkor a motorozni is szeretsz, vagy szeretnél, vagy nem tudom, hogy most hogy állsz a jogosítványszerzést tekintve. Igen. Ennek az évnek a célja volt, hogy ebben az évben szerezzem meg a jogosítványt, de hát miután az egyik nap alkalmával, amikor én tettem ezért lépéseket, akkor így eldöntöttem a motort magammal együtt. Úgyhogy volt egy ilyen izomszalag szakadásom, és az a sérülés egy kicsit visszavetette ezt a dolgot, úgyhogy az idén nem lett meg a jogosítványom, de jövőre nem adom a láb. Tehát a kis motorral egyébként járok, tehát van egy kis 50 köbcentis Hondám, és azzal szeretek járni, főleg a piacra, elő kosár, és mint keleten, a keleti bazárokban, amikor ott mennek a fiatalok, én szeretek ezzel zöldséggel, megpakolom az első kosarat zöldséggel, így lobog a vörös hagyma, meg a minden belőle, és én így motorozok haza. Ezt nagyon szeretem, de ez nem az a motoros élmény, amit egyébként szeretnék elérni, úgyhogy jövőre mindenképpen megszerzem a jogosítványt.
És hogyha a nagymotorral meg lesz a jogosítványod, akkor milyen terveid vannak, hogy hova fogsz, mert azért egy nagymotorral gondolom én, hogy nem a városban fogsz motorozni, hanem merre fele fogod használni? Hát első körben nem gondolnám, hogy én egy világkörüli útra indulnék, de én nagyon szeretem magát, azt az élményt, amikor megyünk. Tehát azt a motorozás élményt. Tehát nem kell nekem nagyon látványos helyre menni, mert maga az út az, ami engem vonz, és nem nagyon a hajtűkanyarokra hajtanék, hogy esetleg ott nem megfelelő technikával érjen engem utol a sors, hanem inkább én a szépség. Tehát én egy csopperes vagyok, tehát én az a fajta motoros vagyok, aki oda fölül, és úgy élvezni ezt a dolgot. Tehát nem a 240 kilométeres sebességgel szeretnék száguldozni, hanem tényleg így, ahogy megyek, és hát azt nem mondhatom, hogy lobog a hajam a szélben, mert a bukós isakban nem, de mégis ezt az élményt szeretem, úgyhogy én inkább csak ilyen kis körtúrákra vállalkoznék. És semmilyen félelemérzet nincsen benned így a motorozással kapcsolatban, mondjuk ejtőernyővés ott ugrott, vagy ott voltál, és hogy vagy ugrani kell, vagy nem, de hogy így, tehát hogy nincs benned félelemérzet. Hát dehogy nincs. Attól félek, hogyha van jó pár ismerősöm, tehát ebből a korszakból, ugye ez egy ilyen veszélyes élet, ebből a korszakból van jó pár ismerősöm, aki úgy szenvedett balesetet, hogy nem önhibájából, hanem autósok hibájából elsodorták, és ez a része azért bennem van, hogy hogyan fogom tudni megoldani azokat a helyzeteket, amikor nem én vagyok a hibás, de mégis el kell tudni kerülni. Ez azért egy kicsit ott motoszkál, igen, persze azért ez benne van. De szerintem ez minden motorosban azért ott van, hogy azért, ha valakinek nincs egy pici félelemérzete, akkor túl vakmerő is lehet. És ezt a vakmerőséget azért ezt én már nem mondom magaménak, én nem vagyok vakmerő motoros. És ez a fajta pici félelem viszont kell. Tehát ha amíg én bármikor, amikor merültem, amikor ugrottam, az izgalom, nem félelemnek nevezném, hanem inkább ez az adrenalint okozó izgalom, az mindenképpen megvan, és ez a motornál is megvan. Van benne egy jófajta izgalom, meg van benne egy pici tartás, ami óvatosságra int. Hát én sosem mernék például motorozni, tehát nekem így az autó az pont elég biztonságosnak tűnik, persze aztán nyilván vannak balesetek, de hogy így a motornál annyira védtelennek érezném magam. Gondolom fel is öltözöl akkor majd, amikor, vagy be is öltözöl ilyen rendes motoros ruhába. Persze, hát azért van olyan ismerős, aki mögé fölülök, meg van, aki mögé nem. Tehát azért megvan a felszerelésem természetesen, és van olyan, aki mögé, mikor felültem, akkor alig vártam, hogy leszálljak, mert nincs meg a biztonságérzetem, mert nagyon hirtelen mozdulatokat tesz például. Tehát nekem ez a nagyon hirtelen kapkodó mozdulatos, ez nekem nem, én ezt nem szeretem. Ahogy mondtam, a kényelmes túramotorozás az, ami az én világom, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki élvezze a motorozást, ahhoz viszont kell ez a fajta kis izgalom. És a motorod már megvan egyébként? A motorom megvan, igen. De most lehet, hogy eladom, mert az egy öreg csopper, és lehet, hogy egy más típusú motorot fogok venni, de azt most nagyon gondolkozom rajta, hogy most eladom, és ezt lecserélem. Most akkor már nagyjából gyógyulsz ugye a sérülésből. Ezzel már túl vagyunk, igen. És akkor mikor lesz az, amikor valójában mész és a jogosítvány? Tavasszal. Hát ilyenkor ősszel, most vége van a szezonnak, úgyhogy ezt ilyenkor már nem nagyon lehet. Hát a télen el lehet kezdeni újra, mert ugye most kicsúsztam a határidőből az elméleti oktatást, és akkor majd tavasszal a gyakorlatot. Ugye a vitorlás is közel áll a szívedhez. Igen. Ott már megvan a jogosítványod, vagy nem, hogyan kell ezt a vitorlás történetet elképzeljük? Nem, az sincs. Tehát nekem ez a tavalyi év volt, amikor mind a kettőt elkezdtem egyébként, a motoros jogosítványt is, meg a vitorlást is. Ott meg lett volna már a vitorlásnál a jogosítványom, mert hogy elvégeztem a tanfolyamot, elvégeztem a gyakorlatot, meg volt a vizsgaidőszak, vagy hát a vizsgám idője ki volt írva, és a motoros kishajó vizsgát meg is tudtam csinálni, az meg is van, és amelyik napra kiírták az én vitorlás gyakorlati vizsgámat, én szabadságot kértem, majd a minisztériumban úgy döntöttek, hogy azon a napon lesz egy értekezlet, amikor kötelező mindenkinek megjelenni, és mit áld Isten, ez Balatonbogláron volt, a Balaton partján, úgyhogy én ültem Balatonbogláron az értekezleten, míg átnéztem, és a túlsó parton a többi csoporttársam pedig vizsgázott gyönyörű szép időben, nagyon-nagyon jó hármas szélben, úgyhogy nagyon rosszul esett ez a történet, és így lemaradtam magáról a gyakorlati vizsgáról, de hát ez nem akadályoz meg abban, hogy ezt bepótoljam. Úgyhogy megyek javító, pótvizsgázni. Igen, akartam éppen kérdezni, hogy nincsen ilyenkor egy pótalkalom, de ez meg lesz. Úgyhogy itt csak ennyi volt az akadály, hogy
emiatt nem lehetett meg, és nagyon irigykedtem a többiekre, hiszen még szinte láttam is őket a másik parton. És a vitorlázás az miért? Az olyan, mint a motor, hogy egy kicsit ez a szabadság a kint a szabadban, és így... Szeretem a vizet. És ahogy mondtam, a búvárkodást azt már nagyjából elengedtem. Tehát az, ahhoz kell egy csapat, ahhoz kell egy olyan felszerelés, túra. Tehát azt most egy kicsit úgy elengedtem, viszont a víz közelsége az azért nem lenne baj. Nem véletlenül költöztem egyébként Pákozdra is, a Velencei tó, bár ott még nem vitorláztam, de a vizet nagyon szeretem. És most így felváltottam a búvárkodást tulajdonképpen a vitorlázással. És ez lenne az az irány, amit már, hogy is mondjam, búvárkodni 30-as éveimben búvárkodtam. A vitorlázás meg az 50-esben pont tökéletes lesz, kicsit kényelmesebb abból a szempontból, hogy bár ez is fizikailag is megterhelő, mert azért kezelni kell a köteleket, de nem olyan, mint a búvárkodás. Mindenki azt gondolja, hogy az egy milyen könnyű sport. Hát nem. Mondjuk én, amikor elindultam, akkor én 13 kiló ólommal tudtam csak lemerülni, annyira egyáltalán nem volt technikám, és azért a 13 kiló ólom, a palack, a minden egyéb felszerelés, és mire elcsügöltem a vízig, addigra már elfáradtam. És ez a része, ez kényelmetlen. A vitorlázásnál az egy teljesen más dolog. Az ember felmegy a vitorlás hajóra, és általában nem egyedül. Az egy ilyen csapatos, csoportos tevékenység, jó hangulatban, és hogyha olyanokkal vagyunk körülvéve, akik esetleg értenek is hozzá, akkor az egy ilyen, hát olyan fajta élmény, ami egy közösségépítő élmény, és az egy más dolog. Milyen terveid vannak így a vitorlázással? Merre fele szeretnél eljutni mondjuk így egy vitorlással, azzal a vitorlással, amit mondjuk te vezetsz? Jaj, hát én nekem nincsenek ilyen nagy terveim egyelőre. Én ezt csak élvezem, én szeretem. Tehát tavaly az Adrián voltunk, úgy nem én voltam a kapitány természetesen, se papírom még nincsen. Én csak a szerelmese vagyok egyelőre ennek a dolognak. Nekem tetszett az Adria is, és azt gondolom, hogy ez egy elérhető közelségben lévő vízpart, amit azért innen Magyarországról viszonylag könnyű megközelíteni. Könnyen lehet bérelni hajót, tehát az egy jó lehetőség, én azt szeretem. Ugyanakkor a Balaton meg egy nagyon érdekes tó, mert én amíg ezzel nem kezdtem el foglalkozni, nem is gondoltam, hogy mennyire változatos, és hogy mennyire jó gyakorlat például egy vitorlázásnak a megtanulásához, a változó szélirányjal, tehát egy különleges vízfelület tulajdonképpen, és én nagyon szeretem a Balatont is, úgyhogy nekem én azzal is meg tudok elégedni. Most itt a Balaton meg belegondoltam egyébként, de ott is van eléggé mély rész. Azért úszni azt tudsz, tehát hogy... Hogyne. Persze. Én nem azért hulladtam meg majdnem a Dorogi tóban, mert hogy nem tudok úszni, hanem azért, mert hogy nem fogadtam meg azokat a szabályokat, amiket egyébként többször is elmondtak. És akkor, amikor én majdnem megfulladtam, még azt nem tudtam. Ugye a búvár szemüveget az ember nem gondolja, hogy nem teheti fel a homlokára, ide fölülre. Az egy vészjelzés tulajdonképpen, de akkor, amikor én ezt még nem tudtam, nem is foglalkoztam vele, hanem mindig szerettem a vizet, és soha nem szerettem, hogy belemegy az orromba a víz. És amikor ilyen kis vízicsibe módjára az ember ugrál meg mindent tesz, akkor én mindig kitaláltam valamit, hogy mivel tudnám befogni az orrom, és jött az, hogy hát akkor veszek én, nincs egy ilyen búvárszemüveget, és akkor ez milyen jó lesz, mert azzal mindent lehet. És akkor a Dorogi tóban tökéletes, Dorogi tó közepén ki akar az ember kiabálni a barátainak, és így fölteszi a fejére, ide fölülre a szemüveget, és elfelejtkezik róla, majd hajat fekszik a vízen, visszaemeli a fejét, és ez a víz váratlanul, amikor nem is gondolsz rá, vagy gondoltam rá, beömlött az arcomba. És ahogy ez beömlött az arcomba, megijedtem, kaptam egy ilyen hirtelen egy levegőt, amitől elsüllyedtem, és abban a pillanatban tüdőre ment az összes. És én tulajdonképpen ettől, hogy én egyszerűen nem tudtam ezt a helyzetet kezelni, pánikba estem, tehát kaptam egy ilyen fajta pánikot, és emiatt volt ez a fulladásos élmény, de úszni egyébként is tudtam, és amikor már ott elég hosszan vergődtem és kínlottam, akkor esett le valahogy így, hogy engem az apukám megtanított gyerekkoromban arra, hogy bármilyen helyzetbe kerülök a vízben, akkor hogyan tudok fent maradni, úgy, hogy nem kell csapkodni, úszni, és hogyan kell kiköhögni, tehát, és ez így valahogy beugrott, megnyugodtam, megoldottam ezt a helyzetet, és utána volt ez a fajta tartás azért, hogy oké, megoldottam, de annyira nem voltam oda, hogy én mély vízbe menjek. A vizet továbbra is szerettem, csak a mélységet nem. És utána jött ez a búvárkodós történet.
Úgyhogy úszni tudok természetesen, hiszen nem is lehetett volna meg a búvárvizsgám. Búvárvizsgámból nem csak az alapfokú, nekem a középfokú vizsgám is megvan, meg a mentőbúvár is, azt is megcsináltam. Úgyhogy én mentőbúvárként is tudnék tevékenykedni, hogyha arról lenne szó. Hát még nagyon sokáig tudnék veled beszélgetni, és majd szerintem én meghívlak még egy következő körre, hiszen még egy csomó mindenről nem beszéltünk, például a kulturális élettel, hogy mennyire szereted, vagy mennyire szereted a pezsgését. De azt megtudhattuk ebből a beszélgetésből, hogy aztán sok mindentől nem félsz. Tehát, hogy így azért sok mindenben szívesen részt veszel. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetésekben Kulcsár Szilviát, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancelláriát ismerhették meg egy kicsit jobban. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.